Veszélyes és egészségtelen a levegő több felé az országban. A magas szállópor koncentráció köhögést, nehéz légzést, valamint szív- és érrendszeri problémákat is okozhat. Ilyenkor a kisgyerekeknek, valamint az időseknek nem ajánlott a levegőre menni. Az ország harmadán ilyen képet mutatott az időjárás a hétvégén. A ködös párás időben azonnal romlani kezdett a levegő minősége. Itt Putnokon a veszélyes szintet is elérte. Itt mindig rossz is a levegő, tehát a gyereket is azért elég keveset szoktam kihozni. Lehet érezni, mert mindig beteg. Putnok mellett Miskolcon, Dunaújvárosban és Sajó-Szentpéteren egészségtelen a levegő, további 10 városban, köztük Budapesten pedig kifogásolt. Egy kisméretű aeroszol részecskék koncentrációja jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. Ilyen esetben már nem csak az érzékeny lakosságcsoport, hanem az egészséges emberek szervezetét is megterheli a levegőminőség. A levegő minőségének romlásáért most is a megnövekedett szállópor koncentráció felelős. Ilyen esetekben azt javasolják, hogy minél kevesebb időt töltsenek az emberek a szabadban. Környezeti ártalmak közül a dohányfüst után a levegőszennyezés követő a legtöbb halálos áldozatot. Ezt már a tüdőgyógyász mondja, aki szerint smogos időben többen kerülnek kórházba, és megnő a szív- és érrendszeri halálozások száma is. Minél kisebb egy szállópor részecske, annál mélyebbre lejut a szervezetünkbe. A léghajagocskák falának 2,5 mikronnál kisebb részecskék átjutnak, bekerülnek a véráramba, és ott egy idegen anyagként funkcionálnak, az immunrendszerünk fölismeri őket, és megpróbáljuk őket kiküszöbölni, trombózis keletkezik, emiatt a szívérrendszeri halálozás megnő. A kellemetlen ködös párás idő nem tart sokáig, vasárnap éjszaka változás érkezik viharos széllel. Egy hideg front érje majd hazánkat az éjszakai órákban, és ez csapadékot is hoz, meg megerősödik a szél is pluszba, tehát tulajdonképpen ezt a nedves párás levegőt itt a főváros térségéből nagyon gyorsan el fogja tüntetni. A romló levegőminőség ellen tudatos fűtéssel és tudatos autóhasználattal lehet a legtöbbet tenni.